különleges alkalomból gyűltek össze a tűzoltók Palkonyán. A településen működő Szent Flórián önkéntes és ifjúsági tűzoltó egyesület ugyanis megkezdheti önálló beavatkozói tevékenységét. 5 évvel ezelőtt még nem erre gondoltunk. 10 fővel, ugye jogszabályi háttérrel megfelelően elkezdtünk valamit. Hála Istennek a támogatással, a ti lelkesedésetekkel eljutottunk idáig. Nem kis és nem kevés szabadidő feláldozással. Az önkéntesek ezután, ha lehet, még nagyobb elkötelezettséggel végzik munkájukat. A tagok mostantól bizonyos műszaki mentések és tűzesetek során önállóan is menthetnek. A vállalat készenléti időben riaszthatók Pécs-Kelet, Kozár-Misleny, Pécs-Udvard, valamint Nagykozár, Egerág, Kisherend és Szemely területére. Ehhez pedig komoly feltételeknek kell teljesülniük, mondta az ünnepségen Fülep Zoltán. Magasabb szintű képzettségnek kell megfelelni. Mindig biztosítani kell a készenléti időben azt a létszámot, ami elegendő, annak a technikai eszköznek, felszerelésnek, gépjárműnek meg kell lennie, amivel ki tudnak vonulni és a feladataikat el tudják végezni. De talán én kiemelnék egy olyan dolgot, ami nem kézzel fogható, ez pedig a felelősségvállalás. A beiktatás alkalmából a Baranya megyei önkormányzat elnöke is köszöntötte a tagokat. Őri László elmondta, hogy háromszorosan is ünnepi pillanat ez, hiszen ünnepel a tűzoltók nagy közössége, a civil szektor és a megye lakossága is. Az öte így nagyobb biztonságot is garantál Baranyában. Teszik mindezt a szabadidejükben, hiszen önök mindannyian a munkájuk mellett a családjuk rovására, ha lehet így fogalmazni, a szabad idejükből önkéntesként vállalják azt, hogy előre meghatározott rend szerint teljesítenek szolgálatot. Az egyesület számára egyébként fontos az utánpótlás is. Jelenleg 18 fő ifjúsági tagja van az ötének, akik közül akár a jövő tűzoltói is kikerülhetnek hamarosan. Az ünnepi hangulatot emelve helyi vállalkozók felajánlottak egy építési telket az egyesület számára, ahol új tűzoltószertárat építenek, valamint folyamatos anyagi támogatásról biztosították a tagokat.